kitalálták, hogy ugye, hát nem az kéne, nem az Istenbe kéne hinni, hanem a pénzben. Nem vicc. Tehát, hogy mi lenne, hogyha, tehát ez a 20. század terméke, hogy mi lenne, hogyha az embereknek nem az Isten lenne az Isten, hanem a pénz lenne az Isten. De ahhoz el kellett érni, hogy az emberek azok nagyon pénzfüggőek legyenek. És mikor lettek az emberek nagyon pénzfüggőek? Amikor elkezdtek az egész család, tehát férj és feleség, alkalmazotti létben keresni a megélhetést. Tehát ugye gondold végig, az emberek, kivétel a városi boltosok, vagy városi, vagy falvakban hány nagyobb, kicsit nagyobb, ilyen közepesebb faluba volt mondjuk 2 bolt, vagy 3, egy kisebb faluba volt 1, oké, jó, városban sok, viszonylag, de az azt jelenti, hogy ugye boltosok, nem sokan voltak a lakossághoz képest, akkor voltak ilyen kisebb szolgáltatók, tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom, az én nagyapám is az egyik, az Schuster volt, és hát voltak ilyen olyan emberek, akik a városokban, akik meg falvakban is, akik kiszolgálták ugye a lakosságnak a különböző igényeit avval kapcsolatban, amit szolgáltatásnak lehet nevezni. Jó, tehát de a többség az vagy földműves volt, vagy állattenyésztő, vagy mind a kettő egyszerre. És ez az összes, amit elsoroltam, ez kiszolgálta az aktív lakosság 80%-a az ilyen volt. És mindössze 20% volt alkalmazott, vagy cseléd, ha jobban tetszik. Oké? És ez hosszú-hosszú éveken, évtizedeken, évszázadokon keresztül ez így volt. És hát ugye ezt a rendszert nem lehetett felhasználni arra, hogy a pénz legyen az Isten. Miért? Mert sokszor nem pénzzel fizettek az emberek, hanem cserével. Tehát az embereknek nem volt pénzük, mint manapság, hanem cseréltek. Volt valamennyi pénzük, de az kevés volt, mert nem kellett nekik a pénz. Mert nekik volt szolgáltatásuk, vagy termékük, és azt cserélték szolgáltatásra, vagy termékre. Na most ez azt jelenti, hogy ki kellett azt találni, hogy hát, hogy ne cseréljenek az emberek, hanem hát úgy cseréljenek, hogy amit adnak, szolgáltatást vagy terméket, azért pénzt kapjanak. Oké? De ehhez hát alkalmazottnak kellett lenni, de ugye ha megnézed, akik szolgáltatást nyújtottak, vagy volt boltjuk, hát azok is gyakran úgy adtak szolgáltatást, vagy úgy adtak a boltból valamilyen terméket, hogy fölírták, hogy mennyivel tartozik az, aki elvitte. Tehát mindennek volt ára, meg értéke természetesen, de fölírták, és akkor az vagy pénzben, vagy valamilyen más formában, ellenszolgáltatásként, vagy termékben azt az árat megfizette. Vidéken, ugye, amikor állatot tartottak az emberek, meg növényt termesztettek, akkor nagyon sok mindent cseréltek. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a kereskedelem, a magánkereskedelem, beleértve a szolgáltatásokat, termékeket egyarántnak a nagyobb része, az csere volt. És nem pénz. Oké? Tehát nem a pénz cserélt gazdát, hanem termékek cseréltek gazdát. Oké? Vagy szolgáltatások cseréltek gazdát. És ezt a rendszert ugye föl kellett bojdítani, tehát meg kellett változtatni egy olyan formán, hogy ki kellett találni, hogy hát hogy az emberek azok ne így működjenek, hát ne így működjenek. És akkor ugye mit csináltak? Hát nyilván, ha megnézed, aki cserélt, például akár egy kisboltos, mondjuk fölírta, hogy ki mivel tartozik, az azt jelenti, hogy nem jutott hozzá azonnal a pénzhez. Oké? Vagy például mondjuk egy állattenyésztő, akkor még a mangalica disznó az 2 évig nőtt, nem 1 évig, oké? Mint most a disznó. Az azt jelenti, hogy 2 év után jutott cseréhez, oké? Mondjuk egy állattartó, tehát az állatok akkor lassabban nőttek, mint most, jóval, körülbelül 2-szer annyi ideig nőttek az állatok, mint manapság. A növények azok nem nőttek lassabban, de hát az is, hogyha elvetette ősszel a búzát, hát ma jövő nyárra lett neki abból valami bevétel, oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ezt használták ki, hogy az egész gazdaságban, egész kereskedelemben a pénz az lassan folyt be az emberekhez. És az alkalmazotti létben ugye tudjátok, hogy először napi bért fizettek, hogy oda csábítsák a termelőket, a kisgazdákat, érted? A kisgazdálkodókat, meg a középgazdálkodókat is oda csábítsák, hogy gondold végig, hogy mikor jutsz ott pénzhez, ha eljössz dolgozni alkalmazottként, akkor meg naponta fizetünk. Majd még mindig jobb volt a hetente fizetünk. Én mikor elkezdtem a munkát, akkor még 2 hetente volt bérezés. Tehát még a 80-as évek elején 2 hetente volt bérezésünk, elég hamar átálltak a havi bérezésre, de a 2 heti bér is, meg a havi bér is sokkal hamarabb van, mint elveti a búzát ősszel, azt majd következő nyáron van terményből ugye bevétel, vagy a disznó esetén mondjuk 2 év múlva, oké? A mangalica disznó esetén. Szóval gondoljátok végig, az embereket sikerült ezáltal átcsábítani az alkalmazotti létben, hogy sokkal hamarabb kapták meg, tehát összehasonlíthatatlanul hamarabb kapták meg a jövedelmüket, és nem cserét kaptak, hanem pénzt kaptak, oké? Ezáltal egyre többen és többen lettek alkalmazottak, ezáltal igazából mondhatjuk azt, hogy a kisgazdálkodókat, azokat alkalmazottá tették, teljes egészében, vagy majdnem teljes egészében, és ugye el lehetett azt kezdeni, hogy az emberek függjenek a pénztől. Szóval szépen elérték, hogy az emberek megváltozzanak. De ezt mondom még egyszer, elérték. Miért? Hogy azért, hogy az emberek vásároljanak, vásároljanak, vásároljanak. És el kellett azt is érni, hogy többet vásároljanak, mint amennyi a jövedelmük. Érted? Ezt ugye alapvetően a hitelekkel és a hitelkártyákkal érték el. És ez miért volt fontos, hogy az emberek eladósodjanak? Mert ha eladósodik egy egyén, akkor nem fog vállalkozásba kezdeni, mert ha vállalkozásba kezd, akkor ez egy darabig veszteséges lesz, és akkor miből fizeti a hitelét? És ha egy ember el van adósodva, akkor bebetonozták az alkalmazotti létbe, oké? Szó szerint értsd. hogy véletlenül se akarjon ő vállalkozó lenni, nehogy már szabad legyen. Oké? Tehát a következőt nézzük, folytassuk ezt a témát. Elérték azt, hogy az emberek vásároljanak és alkalmazottak legyenek, és minél többet vásároljanak, akár eladósodva is, az ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag függőségbe kerüljenek a pénztől. Ha egy egyén függőségbe kerül a pénztől, akkor mivel függ a pénztől, ezért a pénz befolyásolja az életét teljes egészében. Onnantól kezdve régen kitől függtek az emberek? Az Istentől. Most már nem az Istentől függnek, hanem a pénztől függnek, tehát magyarul az Istenük a pénz. Régen nem függtek a pénztől. Világos ez? Tehát ezt a fiatalok nem tudják, mert ezeket valahogy elfelejtették tanítani az iskolákban. Mi még ezt valamilyen szinten megéltük, főleg én azért, mert rengeteget voltam nem vidéken. Ugye az anyai ágom az Szabolcs, illetve Szatmárból származik, az apai ágom csak budapesti. Tehát ami azt jelenti, hogy én voltam sokat Budapesten is, meg sokat lent Szatmár megyébe. Oké? Tehát ugye most gyakorlatilag mondhatjuk az ország legkeleti csücskébe. Szóval, és láttam, hogy ez hogy működik, hogy működött akkor, és hát engem érdekelt mindig a történelem, és ugye bogaráztam is sokat életemben, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy átlássuk, hogy sikerült elérni, hogy az embernek ne az Isten legyen az istene, hanem a pénz. És akkor onnantól kezdve mondhatnak akármit neki az Istenről, még akkor is, hogyha esetleg mondjuk a szülei vagy a nagyszülei istenhívők voltak, mivel ő függ a pénztől, 100%-ban, teljes egészében függ a pénztől, ezért gyakorlatilag ő a pénztől függ, tehát a pénz az istene. Tehát én meg úgy vagyok vele, hogy én inkább az Istentől függök, az Istenemtől függök, mint a pénztől. Oké? Mert én megmondom őszintén, én szabad akartam lenni. Tehát lehet, hogy az én szabadság vágyam az sokkal, de sokkal nagyobb, mint az átlagé. De tényleg.